És ahogy említettük, a 6. kerület frissen megválasztott polgármestere Soproni Tamás a vendégünk. Jó reggelt kívánunk, köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat. Györgyinek már adás előtt millió kérdése volt önhöz, én csak egyet gyorsan a legelején hadd kérdezzek meg. Van-e akkor titkos ajtó, vagy mondjuk úgy, hogy szimbolikusan kérdezem, hogy találta olyan csontvázat, ami abból a bizonyos szekrényből, ami a titkos ajtó előtt áll, kiesik? Mit talált a saját kerületében? Ha én izgalmas elemek nincsenek is, mint titkos ajtók, azért találtunk egy-két olyan ügyet, amik nagyon régóta húzódnak. A legrégebbi talán 2002-ben ered még az akkori fideszes önkormányzatból. Egyébként egy mélygarázs ügy, ami akár milliós költséggel is járhat később, vagy milliárdos, bocsánat, az önkormányzatnak. 17 éves ügy. Ez egy 17 éves ügy, megírta még a Népszabadság is, a megbodogott Népszabadság is. Tényleg csontváz akkor abból a szekrényből. Itt már sok ez még érdekesebb, mint a szekrény. Milliárdos, az mit jelent? Milliárdos kár érhette mondjuk a... Potenciálisan igen, erre van szó. Szóval elég bonyolult ügy egyébként az építkezéssel kapcsolatban, szóval nem untatnám ezzel a nézőket. De természetesen... egy mondatot mondjon róla. Meg hogy hány parkolóról van szó, mert ilyen drágát még New Yorkban sem árulnak. Hát bizony. Itt körülbelül, hogy jól emlékszem, 50-60 mélygarázsban lévő parkolóhelyről van szó egyébként. De hát azért számítunk másra is. Pont a vagyonkezelőt említették, és nem hiába, hogy szeretnénk egy tapasztalt szakemberrel átvilágítani a vagyonkezelőt, hiszen a média is értesült erről, talán augusztus magasságában kerültek ki cikkek, amelyek hát gyanúsan talán túlárazott projektekről voltak szó, játszóterekről mondjuk, amelyeket pont dupla annyira újítottunk fel, mint az amúgy nem a tisztaságáról híres 8.-9. kerületben. Úgy értem, hogy nem tisztaságáról, hogy a korrupció általában valószínűleg érintett 8.-9. kerületben. Úgyhogy izgalmas találatok meg valószínűleg lesznek a jövőben. Azt mondja, hogy a legalkalmasabb, miért a legalkalmasabb Bodnár Zoltán? Ön jelölte egyébként, vagy az ön figyelmébe ajánlották Bodnár Zoltánt? Hát a kettő nem zárja ki egymást. Én jelöltem a tisztelt képviselőtestületnek, és elsősorban azért, mert azt gondolom, hogy a Momentum generáció, ugye az a politikusi réteg, az új politikai kultúra, amely megjelent a közéletben. Egy dolog azért sokszor hiányzik, ez pedig a tapasztalat. Ha a szakértelem meg is van, és friss szakértők természetesen beülnek a vagyonkezelőbe is, ahol tudnak tanulni egy tapasztaltabb vezérigazgatótól, de a tapasztalat sokszor hiányzik. Emellett pedig azt gondolom, hogy tényleg Bodnár Zoltánról, aki maga jelentette fel például Kulcsár Attilát abban az elhíresült ügyben, nála tisztább kezű szakembert keresve sem igazán találhattunk volna. Ha már említette a Kulcsár ügyet, ugye Bodnár Zoltán kétszer tett tanúvallomást, 2002-ben a Broker botrányban. Ő azt hallott, hogy nincsen köze hozzá, de hát volt ott más tanúvallomás is, például Hajdú Lászlóé, az Állami Autópálya Kezelő ZRT, vagy RT egykori gazdasági vezérigazgató helyettese. Ő is tanúskodott ebben a bizonyos ügyben. Ő azt mondta, hogy ő, mármint Bodnár Zoltán adott neki bizonyutasítást arra, hogy utaljon 13 milliárd forintot a K&H Equitisnek, amely ismerjük a történetet, hogy a Kulcsár Attila volt az üzletág vezető brókere. Beszéltek erről Bodnár Zoltánnal? Ugye csodában-e. Minden potenciális csontvázat fel kell deríteni, hogyha ilyen van. Két megjegyzésem lenne. Egyfelől az, hogy ez a tanúvallomás önmagában nem igaz. Tehát az, hogy a K&H Equitisnek akart volna átutalni Bodnár Zoltán bármekkora összeget, egy forintot is, az nem volt igaz. Másik pedig az, hogy mi szerencsés helyzetben vagyunk így hárman, hiszen egy lezárt bírósági ügyről van szó, amelyben a bíróság felderítette az összes ügyet, és Bodnár Zoltán még csak tanúvallomásán kívül más módon meg sem hallgatták. Mondja, amikor humán politikai kérdéseket hoz, mint például most nagyjából 3 perce beszélgetnek Györgyivel Bodnár Zoltán esetéről, akkor nehéz dönteni? Tehát akkor, amikor azt mondja, hogy felkérném őt jegyzőnek, alpolgármesternek, bárkinek, de akkor vegyük elő a dossziéját, nézzük meg a sajtót, itt volt a botrány, ott támadtak neki. Nehéz így dolgozni? Tehát én most egy általános közéleti kérdést próbálok levetíteni egy kerületre, egy budapesti kerületre. Ez izgalmas kérdés egyébként. Igen. Természetesen nehéz, hiszen szerintem ránk így a közéletben szereplőkre, politikusokra és politika közeli személyekre még nagyobb morális feltételeknek kell megfelelnie. Látjuk, itt van Bodnár Zoltán ügye, amiről előbb is beszélgettünk, akit soha a bíróság semmilyen ügyben nem gondolta azt, nem is implikálta semmilyen módon, hogy valóban elkövetőként lenne köze bármi hasonló ügyhöz. Mégis erről beszélgetünk, hogy vajon volt-e. Azért beszélgetünk, mert a Momentum, ugye ön is mondta, egy friss fiatalok, ugye sokszor mondják, hogy az új SZDSZ, és akkor jön Bodnár Zoltán, hát akkor most megint mondják, hogy nem zavarja ez a Momentumot, mondhatja a kormány, meg egyébként az emberek is, hogy hát jönnek vissza a 2010 előtti arcok, Bodnár Zoltán, Draskovics Tibor, Havas, Szófia, Ceglédi, Csaba, és még szerintem sorolhatnám.
Igen, ez a lista azért, hogy mondjam, én egyenként kezelnék minden embert természetesen. Én Bodnár Zoltánban 100%-osan megbízom, én is és a pártom is, illetve a kerületnek a képviselőtestülete is úgy látom. Hozzáteszem egyébként, hogy nem is tudom, hogy a Fideszes képviselők végül megszavazták-e, de semmilyen olyan kérdést nem tettek fel, amik a pesti srácok színvonalára süllyedtették volna a képviselőtestület ülés szerencsére. Az igaz egyébként, hogy nagyon gyorsan kellett dönteniük, és nem is tudták, hogy kiről kell szavazniuk, csak ott szembesültek? Volt egy ilyen sajtóhír. Nem, az, hogy ott szembesültek volna vele, hát a képviselőtestület elején ki lett osztva természetesen az, hogy milyen újonnan kinevezendő személyek lennének a cégek élén, illetve a különböző bizottságokban. Hogyha Budapest szívét nézzük, Budapest szívében dobog nagyjából a 6. kerület, hogyha nézzük a kerületeket, akkor itt a stúdióban is nem egy új polgármester mondja azt, hogy ezt találta, azt találta. Én szimbolikusan mondtam most ezt az ajtót a szekrény mögött, de nyilván lehetnek még olyan ügyek, amiket az új polgármesterek most ismernek. Egyébként mindkét oldalról, tehát olyan is, aki ellenzéki volt, és most esetleg kormánypárti polgármester lett. Az önkerülete, hogyha egy rövid jellemzést adhatna, hogy áll? Tehát jól fejlődött az ön megítélése szerint, hiszen nyilvánvalóan ezt a túloldal akkor azonnal majd cáfolja, vagy kikéri magának, vagy azt mondja, hogy nem így volt, tehát jó fejlődött, van-e gazdasági probléma, van-e hitel, van-e adósság? Én azt gondolom, hogy azonkon a potenciális visszaéléseken túl, amik a vagyonkezelőben történhettek, és amelyről egyébként az állami számvevőszék is egy elég izgalmas jelentést tett le az asztalra, ezeken túl nekem a legfőbb problémám az nem a gazdasági problémák a kerületben, hanem a teljes koncepciótlanság, ami volt az elmúlt 9 évben, és a városfejlesztés totális hiánya. Ez mind azzal jár egyébként, hogy viszonylag, anyagilag egyébként rendben vagyunk, és a mi programunkat, amely a zöldről szól, amely a parkolási káosz megoldásáról szól a többek között, ezt meg tudjuk majd valósítani most. Tehát pénz van, csak tehát azt mondja, jól spóroltak az önkormányzatnál, de nem fejlesztettek? Így van, abszolút. Rendben van. Milyen fejlesztésekre gondol? Tehát mi az, hogy zöldesítés, és mi az, hogy a parkolási botrány, vagy a parkolási problémák felszámolása? Igen, az utóbbire gondolok a parkolási káosznak a feloldására, megoldására valóban. Fejlesztések kapcsán a zöld terén én nem csak hiszem, hanem tudom azt, hogy egyébként kicsit kapcsolódva is a klímavészhelyzethez, hogyha úgy tetszik, amely nem a fákról szól, hanem az emberekről, rólunk. És a terézvárosiak, de az erzsébetvárosiak is, természetesen mindenki, aki a belváros környékén él, jelentősen rosszabb életminőséggel kell megszenvednie, pontosan amiatt, mert az autók lepik el csak az utcáinkat, az átmenő forgalom, és semmilyen zöldet nem látunk. Na most ezek azok a kerületek, ahol, hogyha én például, én nagyon vidéki vagyok, évtizedek óta a fővárosban, de még mindig ilyen metróvonalak mellett közlekedek. Nem feltétlenül tudom akár egy utcáról is, hogy ez most ez a kerület, vagy az a kerület. Tehát a 6., 7. kerület sarkán például tényleg nem tudom, hogy melyik a 6., melyik a 7. Akkor, amikor például a parkolásról beszél, akkor életszerű az, vagy nem tudom, hogy mennyire életszerű az, hogy ezek a kerületek összefognak, és nem egy polgármester önálló tervet dolgoz ki, hanem például több polgármesterrel együtt kell dolgozni, és mondjuk az egész belvárost egységesen oldják meg. Nagyon fontos kérdés, és nagyon, nagyon recens beszélgetéseknek az eredményét oszhatom meg itt akkor. Van most egy folyamatban lévő tárgyalás Niedermüller Péter úrékkal, a 7. kerület polgármesterével és csapatával, hogy hogyan tudnánk közösen kezelni a 7. kerület. Itt kerületet, egy pillanat rájunk meg, azért, mert ő is ellenzéki polgármester, vagy azért, mert ő pont az ön melletti kerületnek a polgármestere, vagy pedig ugyanez a beszélgetés várható-e például Fideszes vagy Fidesz-KDNP-s polgármesterrel is? Én utóbbit sem zárnám ki, az nyilvánvaló, hogy a szomszédos kerületeknek kell ebben elsősorban együttműködnie. Mikor a várható megoldás ezzel kapcsolatban, vagy bejelentés? Szerintem június nagyjából. Rendben, új zöld területek lesznek a 6. kerületben? Hogyne lennének? Csengeri utca, Szondi utca, azokon a helyeken, amik a legszürkébbek és leginkább sérültek ebből a szempontból a zöld hiányától. A budapesti közgyűlésben is szó lesz a zöldesítésről, ha jól tudom, akkor éppen most. Önálló tervvel árnak elő, vagy pedig egyszerűen ott is folytatják ezt a fajta egyeztetést? Szerintem ott a zöldítési programnak a kidolgozása az még folyamatban van. Ma egy olyan mandátumot szeretnénk adni Karácsony Gergely főpolgármester úrnak, amelyel Orbán Viktorral tárgyalhat, azért cserébe az atlétikai centrumot ugye megépíthessék, például a Csepeli nagy erdő is megépülhessen. Akkor egy gyors kérdés, hogyha ön szavazhatna, hogy legyen-e világbajnokság Magyarországon, atlétikai világbajnokság, és ezzel akkor stadion és minden más igennel vagy nemmel szavazna? Megfelelő feltételek mellett fogok erről szavazni, igennel, hogyha teljesül az, hogy az egészségügyi programja Budapestnek megerősödik, 50 milliárd extra pénzt szeretnénk ebbe a kormánytól, illetve hogy zöldebbé tegyük ezt a várost. Hát, hogyha Karácsony Gergelyre feltételeire igen mond a kormány, akkor ön igennel szavazna szépen. Abszolút. Nagyon szépen köszönjük. Köszönöm szépen. Mi pedig már is folytatjuk.